Már érkeztek adományok a kárpátaljai aknaszlatinai Szent Anna óvoda kisgyermekei számára. Akadnak olyan magánszemélyek vagy szervezetek, amelyek évek óta támogatják a rászorulókat. Így történik ez most is. Ilyen például a Futapécs Sportegyesület. Ők például 2016 óta december környékén adománygyűjtéssel egybekötött jótékonysági futást rendeznek. Mindig más szervezeteket szoktunk segíteni, főként gyerekszervezeteket. Tavaly volt először, hogy a helyi Pécs Bike Mafiát támogattuk. Idén viszont mi is akkor ezt az adománygyűjtő akciót szeretnénk segíteni, tehát hogy csatlakoztunk a Civil Központ és a Caritas Alapítvány adománygyűjtéséhez, és jövő hét szombaton fogunk egy jótékonysági futást szervezni a gyermekekért. Az országos kampány a civil összefogása kárpátaljai közösségekért. Adventi adománygyűjtés kárpátaljai óvodák, iskolák, gyermekotthonok számára címet viseli. Baranya megyében az aknaszlatinai Szent Anna óvoda részére gyűjt a Civil Közösségi Szolgáltató Központ a Baranya megyei Katolikus Karitásszal közösen. Utóbbi pénzadomány gyűjt. Az óvodába 53 magyar anyanyelvű gyermek jár. Gyűjtünk tartós élelmiszert, játékot, főleg fejlesztő játékokat az óvoda részére, tisztítószereket, tisztálkodószereket, és szükség van még arra ezen kívül, hogy ugye ettől könnyebb lehet az életük, de nincsen egyedi személyes jellege a dolognak, így mi úgy gondoltuk, hogy gyűjtünk minden gyerek és dolgozó részére, akik az óvodában ugye jelen vannak, egy-egy személyre szóló cipős doboz adományt. Az országos adventi adománygyűjtés kárpátaljai óvodák, iskolák, gyermekotthonok számára a miniszterelnökség, a civil központok hálózata és a Katolikus Caritas szervezés támogatja. Az akció november 7-én kezdődött. Az adományokat, felajánlásokat november 29-ig várják. Bővebb információ és adományleadási helyszínek a www.cicbaranya.hu weboldalon olvasható.